Tudjuk, hogy ciki, hogy mindent tudunk, de hát most ez van, nem minket kellett volna hívni. Böccén poccana, köc. Szerintem is. Szép szó. Szerintem ezt emberre mondják. Ez egy nagyon nagy darab állat. Mami, amelyik repül, és van köze a tehéhez. Hát gondolom német semmire. Eredetű, pöcegödörből gondolom. Te... Böcegödörből. Hú, de vidéki vagyok. Király. Hát ez a tehén. Böcegödörből. Látod? Már jön is. Vagy lehet, hogy a WC. Böcce. Böcce. Szép. Bocs. Ugye elsőre eltaláltuk, azt mondtátok, ugye? Az az a ősi japán matrac. Nem, az a kövér férfi. Nem. Mondd el nekik. A tatami. Igen, és az van egy templomban. Ez a növénynek a gyökere. Az a gomo. Hát, ja. Nem, csak onnan azt mondom, hogy onnan kaptuk, tehát arról a vidékről, mert régen együtt éltünk a japánokkal. Akkor Dumó kenyér még, ő mondta, nem én. Dumó. Az Dumó. Toj. Ennek nem fogsz örülni. Hát egy emberre, akire folyamatosan várni kell, totonyázik. Mm. Aha, ő a totonymász. Ős magyar madarokat kezdünk el felsorolni, és majd megállítanak, hogyha jó, kakunk. Én ezt már hallottam, ezt a totolymászt valahol. Akkor ez a tiéd? Tojásokat tojó madárra, ami időnként repül is. Annyira közel vagyunk. Tudjuk, hogy egy madár, amiknek szárnya van, repül, és... Fészketra. Létra. Nem? Aha. Lehet, hogy az... Galamb. Madárra. Szedd össze a libikókádat? Igen, mert a libikóka az túl nagy. Ezt tudjuk! Libikóka. A libikóka, nem? A döci az a dömper, az megvan, az a teherautó. A libikóka meg az emelős teherautó, ami van egy plusz darú, amiben van sárga festék, az a libikóka. Onnan lehet megkülönböztetni a döci, azaz a dömpertől, mert általában az ország keleti felén nem használják a sárga színt, mert offenzív, az ilyen az 1600-as évben alakult ki, de ezt majd később elmesélni. Aha. De akkor libikóka mi? Libikóka. Mérlek hinta. 4-ből 4, az utolsó 4-ből csak mondom, vagy ha nem, akkor vágjátok össze úgy. Lenézek, és nincs karom, az ő para, de hogyha lenézek, és látok egy ilyen szúnyogcsípést, az egy minimál egy ilyen hökkencs, hogy így. De azért itt túlteszem magam rajta olyan. Meg lecsaptam egy hökkencset. A kép erre kampajgott. Meghökkencs. Meghökkenni az legalább 4 másodpercig tart. Hát vagy pedig még talán az lehetne, hogy ilyen pökhendi. 4 másodperc alatt. Még nem, olyan 2 alatt hökkencs. Én tudom, mit jelent ez a szó. Ez egy televíziós műsor címe, magazinműsor, Tiszalöken. Csuklás. Hökkencs. Az is elég jó. Ez a 3 egyszerűen, nem tudom, rakjátok össze. Az a dolog, amit így felveszed a mellényedre, de igazából nem, mert azt is megeszed. Mint a borsó, vagy csak a csicseriből gondolom ezt? Pici tésztadarabocska. Ez is biztos valamilyen állat. Hello anya, hoztam a boltból csicserdét. De nem. Nátrium kloracolid. Ez lehet, hogy ez a csiperkés nokedli. A cumi. Cumi. Én mondok egy tök jó történetet. Kimennek a pásztorok a hegyekben, és kint vannak mondjuk őszig. A botrafa, az nem jelent semmit, hogy botrafa? A gyott az meg az a joghurt, azt várom. Fagyi, tuti. Botrafagyott. Ez csak a fagyi lehet. Vagy jégkrém. Na, jégkrém. Jégkrém. Vagy jégkrém. Visszajönnek a hidegre, mert utána már nem legeltetnek. Viszont ha kint maradnak, ugye nekik van ilyen botjuk, akkor ráfagy a kezük. Ezért, aki késik, arra azt mondjuk, hogy botra fagyok. Ez egy ettál étel. Jégkrém. Botra fagyon, basszus! Hát mert a pálcigára van rá. Ez nem ért, ez csúnya volt. Ez megvan, Rainbound. Én tudom. Tudom, a robbanós, azért csináltam a másikat.